Az otthon töltött évek után a gyermeknek óriási változás jelent az óvoda. Erre mind a szülőknek, mind pedig a gyermeknek fel kell készülnie. Először is nézzük, milyen praktikumokkal tehetjük kényelmesebbé gyermekünk óvodai tartózkodását. Feltétlenül szükség van egy kényelmes váltóruhára, amiben a gyerek szabadon mozoghat és nem zavarja a játékban. Egy kényelmes váltócipőre, illetve én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges az, hogy egy külön helyen legyenek komplett váltóruhái a gyerekeknek, azért, hogyha bármilyen olyan baleset történik, hogy leönti magát, ne adj Isten bepisil, vagy koszos lesz a ruhája, ami őt kellemetlenül érinti, akkor feltétlenül át tudjon öltözni. A tornaruha az szerintem nagyon fontos dolog. Én gyakorlóvonőként azt kértem a kis csoportba érkező szülőktől, hogy ne feltétlenül egyen tornaruhába járassák a gyerekeket, hanem egy kényelmes, sötét sort, illetve egy fehér póló legyen rajtuk. És nagyon praktikus az, hogyha a fehér pólóra ráírják a nevüket a gyereknek előről is, hátulról is. Tehát nem a teljes nevére gondoltam a gyereknek, hanem Pisti, ahogy ők szólítják a gyereket. És amikor a gyerek szalad az ellenkező irányba a tornaterembe, akkor is látjuk, hogy a Pistike szaladott, és akkor ez nagyon jó. Illetve fehér talpú tornacipőt, vagy világos talpú tornacipőt szoktam én javasolni, mert nem hagy nyomot sehol, és az is praktikus még, én azt gondolom, hogyha mindenbe beleírják a jelét, amit előtte azonosítanak a gyermekkel. Fontos továbbá még, hogy gyermekünket rétegesen öltöztessük, illetve kényelmes és elnyűhető ruhát adjunk rá. Kinti udvari játék során ne a legjobb ruhájukba jöjjenek ki, ugyanis elengedhetetlen az, hogy koszos lesz. És kellemetlen a gyermeknek is, a pedagógusnak is, amikor azzal szembesülnek, hogy jaj, Pistikém, hogy nézel ki? Tehát ez borzasztó lelkileg a gyermeknek is. Úgyhogy mindenképpen ne a legdivatosabb ruháját adják rá a gyermekre, hanem azt, amit már nem sajnálnak annyira, mert esetenként még ki is szakadhat az. A gyermekeknek a legnagyobb részét az ideiknek ugye a csoportszobákba töltik el, amiért szerintem elengedhetetlen, hogy az fogja, tartsa a bokát, legyen benne esetleg egy haránemelő, tehát az minőségi legyen, amiben bent van. Kevesebb időt jön, meg megy az óvodából, tehát az, hogyha nincsen rá pénz, akkor költség hatékonyabb, hogyha az nem olyan jó minőségű, mint az, amiben bent van. Ha először vagy új óvodába visszük gyermekünket, fontos, hogy fokozatosan szoktassuk be. Nyugodtan látogassuk meg előre az óvodát, ismerkedjünk meg a helyjel és az óvónénikkel. Beszéljék meg az óvodavezetővel, illetve az óvónénivel, hogy ez a kisgyerek egy napot legalább úgy sétáljon be az óvodába, hogy nem kell ott maradnia. Anyukával bemegy, körülnéz, megnézi az udvart, megnézi, hol van a játéka, megnézi a játékokat, megnézi az öltözőpolcot, mi lesz a jele, hol van a mosdó, hol van az öltöző. Tehát azt az életteret, amit ő majd használni fog. Nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy az, aki bölcsödéből is jön, első nap ne töltse ott az egész napot. Tehát azok a gyerekek, akik bölcsödéből is jönnek, lehetőleg első nap csak ebéd utánig menjenek haza. Nagyon fontos az időpontok meghatározása. A gyerekek nem érzik az órát, nem érzik a napot, csak úgy, hogyha valamihez kötjük. Ez a valamihez kötés lehet például az, hogy amikor megreggeliztél, amikor kimentek az udvarra, amikor bejöttök az udvarról, vagy ebéd után jövök érted, vagy a következő lépcsőfok, alvás után jövök érted, amikor kinyitod a szemedet. A legutolsó lépcsőfok, uzsonna után jövök érted, és utána már mehet az élet, jöhet a szülő akkor, amikor neki alkalmas. A legfontosabb, hogy bizalommal forduljunk az óvónénikhez, hiszen ők azért vannak, hogy bármilyen probléma is kérdés esetén segítsenek.